Ferenc vagyok, a Kabinet FM Kft. Ügyvezetője. Céget 1999-ben alapítottuk. Első időszakban egyedül voltam alkalmazott, kivitelezés tervezésével, projektvezetéssel, szakértői tevékenységgel foglalkoztam. 2001-től vannak a cégnek alkalmazottai. Ez abban az időszakban történt, amikor a National Instruments Debrecenben települt, és a Siemens alvállalkozójaként a National teljes komplet üzemeltetését elvállaltuk. Ezt a tevékenységet a későbbiekben bővítettük más létesítményeknél, úgy mint a Halköz üzletház, Agráregyetem több épülete, Ungarotek, Sodexónak a konyhái. Későbbiekben nem csak Debrecenben, hanem Szombathelyen, illetve Tatabányán is üzemeltettünk. Szombathelyen a Jabi Global Service 17.000 négyzetméteres csarnokát, illetve Tatabányán a Bristol gumigyárnak a kazáházát, illetve Budapesten a Nemzeti Bank kazáház felújítása után a kazán üzemeltetését is végeztük 2 éven keresztül. Sikerült múlt év novemberében beköltözni az új telephelyünkre. Ez további lehetőséget adott arra, hogy az üzemeltetés mellett a kivitelezési munkák nagyobb mértékű megvalósítását is meg tudjuk oldani. 4 számunk 30 fő körül van, az éves árbevételünk pedig elérte múlt évben a 400 millió forintot. Mivel fő tevékenységünk eddig a szolgáltatás volt, kialakítottunk bizonyos marketing stratégiát. Évek óta rendelkezik a cég egy szakcég által megtervezett arculattal, amiben beletartozik a cég logójától kezdve a névjegykártyán keresztül, a gépkocsiknak a reklámfelület biztosításától kezdve egészen a munkaruhákig. Az interneten történő megjelenésben is egy szakcég segített nekünk. Próbálunk marketinggel foglalkozni, a marketing elengedhetetlen a mai világban, de még jelentős feladataink vannak ezen a területen. Az alap mindenképp az, hogy ez a szolgáltatás, vagy ez a tevékenység, amit végzünk, az maximálisan megfeleljen a megrendelőknek. Ezen túl egyértelműen bizonyos PR tevékenységet kell folytatnunk. Ebbe beletartozik az évközbeni személyes kapcsolattartás, de ugyanúgy beletartozik az év végén a partnercégeknek a kölcsönös meglátogatása, illetve van egy nagyon speciális ilyen tevékenység vagy esemény, évente tartunk egy disznótort, ahol a cég dolgozói is jelen vannak a családtagjaikkal, illetve a partnercégek képviselői is vendégül szoktuk látni, megrendelőinket, beszállítóinkat. Remélem ezt a dinamikát meg tudjuk tartani. A telephely létesítése új lehetőségeket adott számunkra, új tevékenységeket szeretnénk bevezetni. A több lábon állás és a cég stabilitása miatt nem csak az üzemeltetés, illetve kivitelezés, hanem, mint mondtam, a kereskedelem esetleg a gyártás irányába is szeretnénk elmenni. Van egy szlogenünk, a szakértelem megbízhatóság, ami a cég dokumentumán is látható. Mi egy szakértő cégnek tartjuk magunkat. Mi mérnökökkel és szakemberekkel vagyunk körbevéve. Ez a legfontosabb, egy jó minőséget, jó szakmai hozzáértést kell biztosítani, meg tudunk biztosítani a megrendelők számára. 5 fő mérnökbeosztású dolgozónk van, 6-7 felsőfokú végzettségű beosztottunk, vagy villamos területen, vagy gépész területen szerelők, pár betanított, illetve segédmunkás van. Nálunk is jelentős számú alvállalkozó dolgozik, akár az üzemeltetési területen, akár a kivitelezési területen. A megbízhatósággal lehet csak a piacon maradni hosszú időn keresztül. Ha egy cég vagy egy vezető valamit megígér, azt teljesíteni kell, és úgy érzem, hogy az elmúlt időszakban mi ezt teljesítettük is, és ennek a két dolognak, a szakértelmek és a megbízhatóságnak az eredménye látható most itt, vagy ezt tapasztaljuk mi is.